Szép jó napot kívánok. Everyone is welcome. There is simultaneous translation for those who don't possess our beautiful secret language called Hungarian. De én most magyarul fogok beszélni. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban vannak jelen, különösen fiatalok a Pannon Egyetemről és az IASK soraiból. És külön nagy szeretettel köszöntöm a panel résztvevőit, köztük is Orbán Balázs miniszterhelyettes urat, aki ebben a körben még Kőszegen nem volt, biztos sokat járt már Kőszegen, de a mi rendezvényeinken még nem vett részt, reméljük, hogy ezt a jövőben bepótolja. Úgyhogy másodnak nagyon szeretettel köszöntöm a rektor urat, Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, ő viszont tulajdonképpen IASK veteránnak számít. Ák Péter országgyűlési képviselő urat, szintén az intézet, hát azt mondhatnám, hogy régi barátja, támogatója, és lassan már külső tagjának tisztelhetjük. És Básti Béla alpolgármester urat, aki viszont már 20-valahány éve vesz részt a rendezvényeinken, nyári egyetemeket szokott megnyitni, és most Huber László polgármester urat képviseli a város nevében. Megkérném Orbán Balázst, hogy tartsa meg a megnyitó beszédet. Köszönöm szépen a felvezetést, tisztelt professzor, és köszönöm, hogy el is árultál egyből, hogy először vagyok itt. Megpróbálom azért a legitimációmat visszaszerezni a beszéd során. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Képviselő úr, alpolgármester úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az eredeti felkérés az köszöntőről szólt, amit körülbelül itt kellene befejeznem, és továbbmondom a szót. De aztán kifejezetten professzor úr fölhívott engem ma reggel, hogy ő azt szeretné, ha ez nem csak egy 2 perces köszöntő lenne, hanem többet is beszélnék, és ez, hogyha egy politikusnak ilyen felkérés érkezik, az egy nagyon veszélyes dolog, mert ebből szoktak a másfél órás előadások lenni, de azért igyekszem ezt a hibát nem elkövetni. Miért vagyunk itt, és miért fontos az a miniszterelnökség részéről, azon túl, hogy lássuk, hogy hogy áll a jószág, ugye a miniszterelnökség ennek a programnak és a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a fenntartója, tehát azon túl, hogy megszemléljük a jószágot és megállapítjuk, hogy jó állapotban van, jó formában van. Azért vagyunk itt, mert ez egy olyan intézmény, amelyik az én megítélésem szerint a stratégiai gondolkodást jeleníti meg. És a mai Magyarország számára szerintem a stratégiai gondolkodás az a legjelentősebb dolog. Ugye közhelyszerűen szoktunk mindig stratégiáról beszélni, hogy mindenki szeret stratégiára hivatkozni, mindenki szereti, hogyha a névjegykártyán az van, hogy stratégiai igazgató, de valójában nagyon-nagyon kevesen gondolkodnak igazán stratégiai szempontból. És ráadásul Magyarország is nagyon-nagyon régen volt olyan helyzetben, hogy valóban tud stratégiai célkitűzéseket meghatározni. Ráadásul a világban is, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a stratégiai gondolkodásnak ismételten tere van. Közhelyesnek tűnik? Lehet. De ha itt magunk között beszélgetünk, akkor el kell azt is ismernünk, hogy ez nem mindig volt így. Gondoljunk csak a hidegháború időszakára. Miről szól a hidegháború? Arról, hogy vannak a kommunisták, és vannak a kapitalisták. Minden ország, kicsi vagy nagy, tartozik valahova, mindenki pontosan tudja, hogy kik a szövetségesei, kik az ellenfelei, és mindenki pontosan tudja, hogy ez a status quo belátható időn belül nem fog megváltozni. Tehát egy Magyarország, vagy egy Ausztria méretű ország számára a stratégiai gondolkodásnak hidegháború ideje alatt sok terénig nem volt. És mi történt a hidegháború után, ugye amikor a függetlenségünket visszaszereztük? Hát akkor sem sok minden változott, mert az viszont a győztesek időszaka volt. Ugye a hidegháborút valaki megnyerte. Most ha valaki megnyer egy háborút, akkor az azt jelenti, hogy neki van igaza. Tehát akkor onnantól kezdve mindenkinek, minden országnak, Ausztriának és Magyarországnak is csak a győztesek igazságát kell megvalósítani. Azt kell lemásolni, amit a győztesek ajánlanak. Tehát nem kell gondolkodni a saját megoldásokon, csak azt, ami már kész van, és ami ugye egy háborús helyzetet győzelemre vezetett. Tehát én azt gondolom, hogy a 90-es évek utáni időszak, és annak az úgynevezett unipoláris világrendje, szintén nem az a
az a tér volt, ahol a stratégiai gondolkodásnak komoly tere vagy lehetősége lett volna. Akár a nemzetközi politikára, gondoljanak csak Fukuyamára, aki azt mondta, hogy vége van a történelemnek, minden ki van találva, minden ad acta, csak végre kell hajtani azt, amit ajánl az úgynevezett liberális demokrácia. És akkor valahol a 2000-es évek első évtizedének vége felé kezdett egyértelművé válni mindenki számára, legalábbis itt Európában, hogy egy multipoláris világrend irányába haladunk. Tehát ahol nem egy szereplő van, ahol nem két szereplő van, mint a hidegháborúban, és a köztük lévő egyensúly meg status quo az, ami mindent meghatároz, hanem hogy nagyon-nagyon sok szereplő van. Nagyon sok érdek van, nagyon sok megközelítési mód van, és maga Francis Fukuyama is arról beszélt, hogy neki nem volt igaza a 90-es évek elején, hanem írt egy új könyvet, ami arról szól, hogy oké, ha nem a liberális demokrácia tesz sikeresse egy országot, akkor mi? És akkor hogyan lehet sikeres Kína, India, az Egyesült Államok, Svájc, Szingapúr különböző politikai, gazdasági, társadalmi rendszerekhez. Hogyan lehetséges, hogy teljesen különböző rendszerek vannak, és azok különbözőképpen működnek, de ugyanúgy sikeresek. Hogyha figyelik a sajtót, vajon miről beszélt magyar miniszterelnök úr után szabadon Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök a diplomatáknak tartott éves tájékoztatón, ugyanerről. Tehát abba a korszakba léptünk, a mi megítélésünk szerint, amikor nem mintakövetésre kell berendezkednünk, hanem mintaalkotásra is. Tehát nekünk, magyaroknak meg kell találni a saját mintánkat, a saját politikai, gazdasági, kulturális, jogi keretrendszerünket, amelyben mi magyarok sikeresek tudunk lenni. És ez csak úgy tud működni, ennek az az előfeltétele, hogy ez egy más modell lesz, mint bármelyik másik országé. Más modell lesz, mint Kínáé, más modell lesz, mint Svájcé, más modell lesz, mint Ausztriáé, azért, mert mi magyarok itt a Kárpát-medencében mások és egyediek vagyunk. Saját sikerreceptünket kell feltalálni, saját mintánkat kell megalkotni. És a 2010 után hivatalba lépett kormány is ezen megközelítés és ezen stratégiai gondolkodás mellett végezte az elmúlt 8-9 évben a munkáját. Természetesen az első időszak nem volt könnyű, mert hogyha nincs biztonság, ha nincs anyagi stabilitás, anyagi biztonság és fizikai biztonság, akkor nem beszélhetünk perspektíváról, prosperitásról, jövőről való gondolkodásról. Ugye, ha valakinek a fizikai biztonsága veszélyben van, akkor minden erőforrást arra kell fordítani, hogy a fizikai biztonságát garantálja. Tehát akkor nincs másról mit beszélni. Hogyha valakinek az anyagi helyzete nincs rendben, el van adósodva, ki van szolgáltatva a hitelezőknek, csőd közeli állapotban van, ahogy az ország 2010 környékén volt, akkor nincs miről beszélni, akkor nem lehet a jövőt tervezni. Hiszen akkor először ebből az adósság csapdából kell valahogy kikeveredni. Úgyhogy az első pár év, a 2010-2017-18 közötti időszak, az a fizikai biztonság és az anyagi biztonság alapjainak megteremtéséről szólt Magyarország számára is. És mi úgy gondoljuk, hogy a településeink számára is. Éppen ezért döntött úgy a kormány, hogy a korábbi rossz struktúrában finanszírozott önkormányzatokat, amelyek ennek következtében adósság csapdába keveredtek, megszabadítja ettől az adósságtól. 1300 milliárd forintnyi adósságot vett át az önkormányzatoktól, Kőszeg városától is a kormány, mert azt mondta, hogy innentől kezdve akkor megszabadítjuk ettől a béklyótól a településeket, tabula rasa, vagyis tiszta lappal való újrakezdés az, aminek az ideje eljön, és akkor most ki lehet nyitni a gondolkodást. És akkor most el lehet kezdeni a jövőről beszélni. És akkor most beszéljünk arról, hogy 2030-ig, vagy 2050-ig mit tervezünk, és hogyan tesszük ezt az egész Kárpát-medencét és a szűk értelemben vett mikrokörnyezetünket egy prosperáló, a fejlődés feltételeit, előfeltételeit biztosítani képes térségé. És én ezért örülök annak, hogy ma itt lehetek, ezért örülök annak, hogy ilyen beszélgetések, konferenciák zajlanak, mert ez azt mutatja, hogy ez a térség és benne Kőszeg városa egyrészt megértette az időszabát, képes
nem csak minta követő, hanem minta alkotó üzemmódba is váltani, képes arra, hogy felfedezze azt, hogy mi a kőszegieknek a sikerreceptje, mi az adott térségnek a sikerreceptje, és valóban egy jól láthatóan, intellektuálisan pezsgő stratégiai gondolkodás zajlik, amiből aztán cselekvések is következtek már a múltban is, és azt reméljük, hogy a jövőben is. És még egy dolgot engedjenek meg nekem, én úgy látom, hogy ebben a stratégiai gondolkodásban egyrészt nagy köszönet illeti az intézetet és professzor urat, másrészt viszont nagy köszönet illeti a térség országgyűlési képviselőjét és alpolgármester urat, polgármester jelölt urat is, akik azt gondolom, hogy szintén nélkülözhetetlen szereplők, és ők kifejezetten alkalmasak, és a siker szükséges, de nem elégséges előfeltételei az, hogy ők itt legyenek, az, hogy ők ebben a munkában részt vegyenek, és az ő munkájuk az, ami garantálja a mi megítélésünk szerint Kőszeg biztonságát és fejlődési, azt a fejlődési pályát, amit reményeink szerint ez a város és ez a térség be tud futni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy meghívtak. Miniszter helyettes úr, nagyon szépen köszönöm, mert jól keretezted a két-három napos sorozatot, amit a viták, beszélgetések, koncertek és kontempláció sorozatát jelenti. Sok mindenre nem kell majd kitérni, mert lehet hivatkozni a megnyitó beszédre. Most megkérném Ág Pétert, hogy szintén mondja el köszöntő szavait. Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, miniszterhelyettes úr, főigazgató úr, kedves diákok, kedves barátaim. Amikor kezembe vettem a mai konferencia meghívóját, végigolvasva a programot, azt láthattam, a Kraft most már Kőszegről indulva régiót jelent. Így már érthető is a léptékváltás, amely több mint cím lefedi az önök mozgását. Bizonyára ezt erősíti az is, hogy Mészüves professzor úrék sikerrel vettek részt Veszprém nagy kihívásában, melynek révén Európa kulturális fővárosa lett. Ehhez mindannyian gratulálhatunk a királynék városának. Főigazgató úr és csapata 5 év alatt eljutott oda, hogy Veszprémtől Zala megyéig fantáziát látnak a Pannon kezdeményezésben. Tisztelettel köszöntöm tehát mindazokat, akik eljöttek, többen már sokadszor ismételten eljöttek ezen gondolat bölcsőjébe, Kőszegre. Önök is meggyőződhetnek arról, hogy ez a város egy olyan hely, amely ihletet ad a gondolatoknak. Így jó hátteret biztosíthat ahhoz, ha az ember ellátogat ide, úgy menjen haza, hogy az inspiráció új irányokat adhasson számára. Ezt a küldetést öröksége révén már mindig magával fogja hordozni ez a város. Nekünk, akik szeretjük Kőszeget, az a feladatunk, hogy mindezt megőrizve, az itt élők igényeit meghallgatva, lépésről lépésre olyan állapotba hozzuk, amely méltó a helyiekhez és önökhöz, az ideérkezőkhöz. Ez nem egyszerű, legyünk őszinték. Hiszen bár itt van az ország egyfőre jutó legtöbb műemléke, mégis az adóbevétel az országos átlag alatt van. Nehéz tehát a kiinduló helyzet, amiből indulnunk el. Mindez azt a feladatot rója számunkra, hogy mindenkinek, aki fontos Kőszeg, azok felé hidakat építsünk. Hidakat mindenki felé tehát, és mindenki között, akik tenni akarnak, és tenni tudnak a városért. E szövetség értékes tagjai az itt élők. Ők azok, akik mindennapi helytállásukkal tovább építik otthonukat. E szövetség fontos támogatója, hallhattuk, Magyarország kormánya, amelyről fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklusban egy olyan támogatási csomagot hozott, mely Kőszeget 12 milliárdos forrásban tette érdekelté. Mindennek csak egy része a Kraft forrás, emellett még számos pályázat állt rendelkezésre a város számára, amely fejlesztések egy része már megvalósult, zajlik, vagy folyamatban előkészítés alatt van. Ez a 12 milliárdos összeg egyébként rendkívüli mértékű a vasi városok között, tehát minden vasi város, amikor Kőszeg példáját hallja, akkor kicsit irigykedve is figyeli azt a fajta támogató politikát, amely a város irányába megnyilvánul. Az ezzel járó munka koordinálásában valóban sok mindenkit köszönet illeti professzor urat, az intézetet, köszönet illeti az önkormányzatot, Huber László polgármester urat, Básti Béla alpolgármester urat,
és ennek alapján azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, hogy sok lépés történt, azonban nem dőlhetünk rá, hátra. Csak a munka elején vagyunk még, számos feladat vár ránk, olyan feladatok, amelyeket az itt élők is, és mindenki, aki ide látogat, azok is elvárják. Mindezért tehát az a küldetésünk, az a feladatunk, hogy a kormánnyal együttműködve tovább építsük Kőszeget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kőszeg szövetségeseiről beszéltem. Az itt élők, a kormány mellett azonban mindazok is szövetségesek, mindazokra is számítunk, akik számára fontos Kőszeg, akik hisznek Kőszegben, akik azt gondolják, hogy itt valóban új gondolatokra lehetnek. És azt gondolom, hogy a mai konferencia résztvevői érkezzenek bárhonnan mind-mind ilyen emberek. Köszönet tehát, hogy itt vannak, és abban bízom, hogy a mai nap és az elkövetkezendő időszakban tudnak töltekezni gondolatokkal, tudnak új életet kapni, és mindezáltal a jó hírét tudják vinni Kőszegnek, Kőszegnek, a motiváló városnak. Köszönöm a figyelmüket! Hadd javasoljam, hogy Borga Gyula, polgármester úr, jöjjön be, mert biztos nem akar minket zavarni. Gyere, gyere Gyula, mert egyfolytában a te dicséreted és zengjük itt, légy szíves! Hát aztán esetleg kivételesen. Most az egyszer. Igen. Akkor most szeretném megkérni alpolgármesteret, hogy köszöntsön egybe gyűlteket. Köszönöm szépen, tisztelt főigazgató úr, tisztelt miniszterhelyettes úr, országgyűlési képviselő úr, rektor úr, nagy öröm nekünk itt lenni együtt. Tiszteltek, köszöntök minden kedves megjelentett vendéget, kőszegieket, akik azt gondolom, hogy büszkén és kihúzott lélekkel hallgatták az előbbi szavakat, jól esik ilyeneket hallani. Köszönjük szépen a rengeteg munkát, amit abba fektettek az intézet, a kormány velünk foglalkozó munkatársai, vezetői, a professzorok, a fellow-k, már mindig csak így mondom, majd megtanulom ösztöndíjasot rám, és hát nyilván Kőszegváros polgársága, az intézményeink munkatársa is, hogy a kraft bizonyíthassom. Valóban nagy öröm, hogy 5 év után beszélgethetünk, és hogy miért is annyira nagy öröm, arra hadd mutassak egy kézzelfogható példát, egy kiadványt, és remélem nem meglepő, nem a saját kiadványunkat hoztam, márhogy nem a pártét, hanem az intézetét. Ha csak annyit teszünk, hogy előveszünk egy fényképalbumot 5 évvel ezelőttről, azokról az épületekről, amelyek ebben az albumban találhatók, ebben a kiadványban találhatók, akkor azt gondolom, hogy örömmel adhatjuk le ezt a jelentést. De van másokunk is arra, hogy örüljünk, és itt hadd egészítsem ki a köszöntési listát, ugye Porga Gyula még nem ért ide, de itt van Tóth Balázs, Vasvár polgármestere, és azt gondolom, hogy az ő jelenléte és az, hogy más települések is érdeklődnek a Kraft program iránt, az önmagában is egy bizonyíték arra, hogy jó dolgok történnek Kőszegen. Azon a Kőszegen, amely, ahogy az országok között Magyarország kicsi, hát ez meg a magyar városok között elég picike, de volt nekünk egy Ernst Friedrich Schumacher nevű német születésű brit közgazdászunk, akinek a könyvének az volt a címe, hogy Small is Beautiful. És ez való igaz, ha jól tudom, elsősorban a fenntarthatóságról szólt, így aztán még izgalmasabb. Én azért hadd tegyem hozzá így néhány évtizede rálátva Kőszeg történetére, hogy small must be beautiful, mert ha valaki kicsi, aztán még csak nem is szép, na hát abból azért már nehéz dolgok jöhetnek ki, és Kőszegnek valóban fontos az, hogy azt a szépséget, ami az örökségőből fakad, azt bemutathassa, felmutathassa. Szép és jelentős eredményei vannak a Kraft elmúlt 5 évének. Én ezeket nem fogom felsorolni, mert ahogy említettem, elég csak szétnézni, akár a füzetben, akár majd a városban. Láthatjuk azoknak a jelentős műemlékeknek a megújulását, amelyeknek én úgy szoktam mondani, hogy a hasznosítása pusztán üzleti terv alapján talán nem lett volna kifizetődő. Ezeknek az épületeknek többre volt szükségük, mint üzleti tervre, ezeknek az épületeknek küldetése volt szükségük, és én azt gondolom, hogy meg kell köszönnünk Mr. S. Ferencnek, hogy ő a maga történetét, a maga álmát ezeknek az épületeknek a küldetésével ötvözni tudta és ötvözni akarta, és azt a makacságot, amellyel ezt teszi. De nem csak épületek születtek felismerések, javaslatok, gondolatok. Megszületett maga a Kraft gondolata, amit én úgy szoktam leegyszerűsíteni magamnak, hogy számomra a Kraft azt jelenti, hogy 3 dolgot mindig szem előtt kell tartanunk,
Az egyik az, hogy meg kell tanulni, ismerni, tudni kell a saját értékeinket, mert mindennek az az alapja, ami a miénk. És ez egyébként azt gondolom, hogy kicsit a kormánynak a politikája nagyon hasonló vonalon mozog. Abból kell kiindulni, mint ami a miénk, és abból, hogy az a legfontosabb. Meg kell tanulni a legmodernebb tudást és a legmodernebb technológiát, a legmodernebb módszertant ahhoz, hogy hogyan használjuk azt a legkedvesebbet, ami a miénk. És mivel kicsik vagyunk, és beautiful, meg kell tanulnunk együttműködni is. Meg kell tanulnunk együttműködni azokkal, akik nekünk ebben segíthetnek. Az együttműködésnek pedig szerintem mindig két szakasza van. Bekerülünk valakivel egy szobába, akkor először kicsi a szoba, amerre lépek, mindig beleütközök. Aztán van egy második szakasz, amikor ha kellően odafigyelünk egymásra, amikor rájövünk, hogy a másiknak a sógora fuvaros, és nekem éppen költözni kéne, milyen jó, hogy itt van. Tehát észre kell venni azt a lehetőséget, ami a másiknak a jelenléte számunkra. Számunkra a Kraft jelenléte nem csak arról szól, hogy hány milliárd forint érkezik kőszegre. Én egyet, a Small is Beautiful jegyében egyet hadd említsek meg, éppen hétfőn kedden vettem részt egy projektindítón Judenburgban, kőszeg testvérvárosában, ahol amikor az osztrákok minket megkerestek, az a téma, hogy a gazdaságot hogy vigyük közel a kisiskolásokhoz, ehhez nem mennék bele, de volt egy kérdésük, azt mondták, hogy kéne egy jó informatikai közreműködő cég, és azt tudtam nekik mondani, de hát itt van nekünk a Pannon Egyetemnek az informatikai kara, kérjük meg őket, úgyhogy Dávid Ákossal együtt voltunk most Judenburgba, és napról napra fognak előjönni azok a lehetőségek, ahol a közösségünknek, az együttlétünknek a lehetőségeit újra és újra használni tudjuk. Én azt gondolom, hogy lehetne ezt még sokáig folytatni. Hadd emeljek ki még egy vonatkozást, az anyagin, az alkalmason, akár kicsiben túl, hadd emeljek ki a kedveset is és a szimpatikusat. Én azt gondolom, hogy a kőszegieknek jó leső érzés azt látni, hogy a város öröksége lenyűgözi az ide érkező szakembereket is. Jól esik azt látni, amikor Pocai Péter felfedezi Festetics Imrét, vagy Mátai Mónika és Stradler Henriettát lenyűgözik a kőszegi történetek, vagy éppen Mizsei Zoltán és Uwe Scher felkutatja Kárpáti Sándornak az örökségét. Tehát azt gondolom, hogy három dimenzióban kell továbbra is gondolkodnunk. Érje meg nekünk, legyünk hasznosak egymásnak, és közben érezzük, hogy azért ez egy jó dolog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és sikeres konferenciát kívánok! Igen, közben megérkezett Porga Gyula, és ugyan a következő panelben is egy fő hozzászól, én szeretném, Gyula, ha egy rövid köszöntőt te is mondanál, hiszen sorsunk összefonódott, remélem, hogy hosszú távon. Básti Béla szava, azt tenném hozzá, hogy a negyedik dimenzióban is gondolkodunk, ahogy miniszterhelyettes úr is mondta, hosszú távú stratégiában, időben, és ebben nagyon-nagyon hasonlít az IASC és az ISES alapítvány és a kollégáink hozzáállása és gondolkodása a kormányaihoz. Ez egy nagyon fontos közös nevező, ami nélkül nagyon nehéz lenne bármit is csinálni, és ez valóban nem volt jelen a 2010 előtti Magyarország és azt gondolom, hogy kelet-közép-európai közéletben. Úgyhogy erre lehetőséget, Gyula, egy szóval üdvözöld légy szívesen jelenlévőket. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Többek között ezért szeretek kőszegre járni, mert itt mindig érik az embert meglepetések. Nekem egy 30 perces előadással kellett készülnöm, és mindig kapok egy bónusz feladatot is. És amiről majd én beszélni fogok, az a térségi siker, hogy egy óriási lehetőség kapujába került Veszprém város és a Balaton térség, az az egyik, annak a sikernek az egyik tartó oszlopa, illetve az egyik fontos szereplője. Egyrészt személyesen Miszlivec professzor úr volt, aki a kezdetektől a stratégia kidolgozásánál már részt vehetett, illetve az a minta, vagy az a program, ami évek óta itt zajlik Kőszegen, ez is nyilván mintául szolgált. Nem véletlen, hogy egyébként magában a stratégia alkotásba is bevontuk. Én magam is többször részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy itt különböző eseményeken, különböző konferenciákon beszélhettem Veszprém városról, arról a vízióról, vagy arról a fejlődésről, vagy arról a célkijelölésről, amiben mi Veszprémben hiszünk, és majd az előadásomban is kifejezetten a térségi együttműködést szeretném hangsúlyozni,
mert mi abban hiszünk, hogy csak közösen tudunk igazán erősek lenni, és a közigazgatási határok azok nyilván nagyon fontosak, de amikor egy közösségről, egy közösség erejéről beszélünk, akkor a város és vidéke csak együtt tud igazán sikeres lenni, és a mi sikerünknek az egyik kulcsa az az, hogy a térségi szereplők azok felismerték, hogy ebben a programban nem azt kell keresni, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem azokat a pontokat kell megtalálni, ami összeköt bennünket. Úgyhogy én is jó konferenciát kívánok önöknek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönjük. Hadd mondjam el, hogy Gyulával való találkozásom már jó néhány évvel ezelőttre esik. Hát egy olyan üdítő élmény volt, ami mai napig tart, bármikor találkozunk, mindig kicsit fölpesdül az ember vére, hogy tényleg van a magyar kis- és középvárosok között olyan szemléletű vezető, aki tényleg nem csak mondja, hanem csinálja is az együttműködést, és ennek köszönhető ez a sikertitka. Azt hiszem, hogy Gyula ilyen integráló típus, és egyáltalán nem jellemző rá a lokálpatrióták, sokszor érthető befelé fordulása, tehát ezt is meg lehet érteni. És ebben látom én a hosszú távú együttműködés kulcsát, mert Veszprém valóban egy nagyon sikeres város, és egyben a Pannon Egyetem hálózatos, regionális, nyugat-Pannon régiót lefedő hálózatának a központja. Úgyhogy meg szeretném kérni a rektor urat, régi kollégánkat, barátunkat, és az IASZ kutatóját, mondhatom így, külsős kutatóját egyelőre, hogy tartsa meg expozéját. Gellencsér András. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép szeptemberi napon, és ezen a rendezvényen, amelynek a méltatásától eltekintenék, hiszen azt hiszem, hogy a köszöntőre szánt időm már most lejárt, már akkor, amikor elkezdtem ezt a köszöntőt, hiszen program szerint már a konferenciát kellene kezdenünk. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy mi a Pannon Egyetem szerepe ebben az együttműködésben. Itt Miszlőhez professzor úr már vázolta azt a tényt, hogy ezt a régiót, amelynek itt az együttműködésének az eredményeit látjuk és vitatjuk, azt a Pannon Egyetem, vagy annak a kovásza tulajdonképpen a Pannon Egyetem, hiszen az képviseli ebben a térségben a magyar felsőoktatást. Hadd sokkoljam a résztvevőket néhány adattal a konferencia témájához kapcsolódóan, hiszen a Kraftnak az egyik fő üzenete a fenntartható vidék, illetve a vidék fenntarthatósága. Ma Magyarországon a középiskolás fiatalok 70%-a Budapesten szeretne felsőoktatásban tanulni. És ami ennél nagyobb baj az, hogy akik Budapesten végeznek, azok közül 80% az nem tér vissza vidékre. És még egy, ami a hallgatói minőséget illeti, ugye azokban a rangsorokban, ahol a hallgatók felkészültségét, kompetenciáját, nyelvvizsgáit mérik, ezekben a rangsorokban az ország összes felsőoktatási intézményének valamennyi kara közül, kb. 150 ilyen kar van. Az első vidéki kar, ez nem a Pannon Egyetemen van, a 22. Tehát ha ezeket a tényeket egymás mellé rakjuk és számolunk egy kicsit, akkor előttünk kirajzolódik annak a veszélye, hogy a vidék fenntarthatóságának az értelmiség hiánya egy-két generáción belül igen komoly akadálya lesz. Ezért a vidéki felsőoktatási intézmények jelenlétére, aktivitására, összefogására igen nagy szükség van ahhoz, hogy ez a folyamat megállítható, vagy netán megfordítható legyen, és a vidék egy-két-három generáció múlva is rendelkezzék olyan értelmiséggel, amely ott jelenlevő szereplő gazdasági társaságok és egyáltalán a társadalom stabil működését biztosítja. Én azért fontosnak tartom, hogy az egyetem Kőszegen és ennek a régió más kis- és középvárosaiban jelen legyen, hálózatos működésű egyetemként, ami sokkal nehezebb, mint egy erőtérben, egy gravitációs erőtérben egy központi egyetemet működtetni, sokkal munkásabb lehet azt mondani, de ez a működés, ez a tevékenység, ez egyfajta misszió a vidék fenntarthatósága szempontjából. Ezért örömmel vállalunk szerepet mindazokban a kezdeményezésekben, örömmel működünk együtt a Felsőfokú Tanulmányok Intézetével, sőt kezdeményező is vagyunk néhány
közös rendezvénynek, programnak, és ezt a jövőben is kiemelt célunknak tartjuk, és az itt működő kampuszunkat a jövőben tovább erősíteni kívánjuk. Én mindenkinek kívánok ehhez a munkához, ehhez a kihíváshoz sok termékeny gondolatot a konferencia napjai alatt, illetve hát a jövőben hasonló sikeres együttműködést. Köszönöm, hogy meghallgattam. Szépen köszönöm. Legtöbbre ki egy precíz ember, természettudós észrevette, hogy túléptük az időt, de nálunk egy speciális idő van Kőszegen az IASM-ben, ez egy flow. Tehát tulajdonképpen már elkezdtük a konferenciát, miközben ugye megnyitó beszédek, amik általában formálisak szoktak lenni, hangzottak el, ezek most nem voltak formálisak, de tulajdonképpen már a gondolatok találkozása és sorjázása elindult. Én eltekintek attól, hogy én elkezdjem mondani azt a nem túl rövid történetet, ami hát ide vezetett. 3 évszámot mondok csak, és aztán majd visszatérünk a viták, beszélgetések során mindenre. 94-ben indult el itt az Európa Ház, és aztán az Európa Ház Egyesület. Szombathelyről jöttünk néhányan, és aztán mindenhonnan az ország minden részéről, de elsősorban kőszegiek segítségével. 96-ban egy nemzetközi nyári egyetem, aminek jövőre 25. évfordulója lesz, és 90-es éveknek a második felétől már rendszeresen voltunk itt, akkor még szombathelyi mezben, majd nem sokára a Pannon Egyetem következett, mint partner, és az intézet, ez egy érdekes kis csúszkálás, csak 4 éve létezik hivatalosan, még annyi se, novemberben lesz, december elején, amikor ünnepelni fogjuk az intézet létrehozásának a 4. évét, de előtte már 2-3 évig előkészítettük, ugye miniszterelnöki látogatást követően elindult a szervezés, és nagyon sok kolléga a miniszterelnökségről, egyébként érdekes módon zömmel vidékről, erről a vidékről származó kiváló tehetséges fiatalok nagy mértékben segítették ezt a munkát. Először, és azt még megmutatom, és aztán átadom a szót a következő panel elnökének, egy kis füzetet hoztunk létre, ez valóban 5 éve volt. Tehát stimmel, hogy 5 éve ezelőtt jött létre az a úgynevezett megvalósíthatósági tanulmány, ami majdnem 500 oldal volt, aminek ez egy összefoglaló anyaga, amiben szerepelnek már azok a célok, azok az épületek és épületegyüttesek, aminek a funkcióit is megpróbáltuk meghatározni. Sokkal több, mint ami megvalósult természetesen, ez nem is lehet másképpen, de azért beszélünk léptékváltásról többek között, mert szeretnénk folytatni azt az irányt, amit annak idején a miniszterelnökség elfogadott, jóváhagyott, és a kormány több határozatával megerősített. Tehát, hogy viszont, hogy ezt az elhangzottakból ugye levonhatja mindenki, már ezt nem egyedül kicsi alapítványként, vagy egy kicsi elit intézetként csinálnánk, hanem regionális körülmények között. És hát a regionális hálózat egyetem megálmodója, régi jó barátom, kollégám, és most az intézet egyik vezetője, Gál Zoltán professzor úr, aki engem itt most követni fog a pulpituson, ő lesz a következő panelnek a vezető. 9 évig volt a Pannon Egyetem rektora, ez alatt született meg az a koncepció és az a valóság, hogy itt a Pannon Egyetem 6 vagy 7 kisebb-nagyobb városban rendelkezik kampusszal, intézettel, vagy valamilyen érdekeltséggel. Zoltán, átadnám a szót, és akkor én a következő 2 előadáshoz talán hozzá tudnék szólni, ami arról szól, hogy mit értünk el, mik a konkrét eredményeink itt Kőszegen, és hogyan képzeljük a jövőt, és eltekintek attól, hogy én most hosszabban beszéljek. Akkor légy szíves, Zoli, gyere!